Konnyit. Húsz éves a Főnix országot álmodtam én, ahol minden 20 éves a Főnix volt. De nem csak kívül, csontig, velőig 20 éves a Főnix. 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 Sziasztok, ne haragudjatok! Bocsi, egy gyors kérdést szeretnék feltenni. Közvéleménykutatás. Hát nem is az kell, közvéleménykutatás. Szóval nektek mit jelent a Főnix? Főnix? Igen. Tudod a suri? Ja, tényleg. Na. Hát... más látás, máshogyan lélegzem miatta, máshogyan gondolkozom. Jó értelemben? A dolgokhoz. Jó értelemben. Igen, hallgatlak. Próbálom úgy, hogy természetes legyen, de ez a harmadik nekifutás, hogy ezt elmondom, és egyre szörnyenben érzem tőle magam, de tényleg még mindig áll az, hogy egy mérföldkő az életemben, mert az első olyan dolog volt, amit őszintén azért csináltam, mert akarom. Köszönjük szépen. Én köszönöm. És neked ismeretlen operatőr? Hát nekem így operatőrként... Fordítjuk csak arra azt a kamerát. Szóval, igen. Hát így operatőrként második évfolyam közepén káoszt. De jól értelembe vett káoszt, tehát én ezt élvezem. A Phoenix-től én egy második családot kaptam, és szinte tulajdonképpen itt is nőttem fel. Nekem a Phoenix egy fantasztikus közösséget adott, és egy olyan helyet, ahova mindig jó... bizonyos értelemben hazamenni. 7 óra 7 perc. A szombat játéknap. Zsiráldi kalap. Jó, jó, nem leptetek. Van egy jó instrukcióm, ne tegye. Mikor tanulnak repülni a kisrigók? Tanár úr, hozhatok egy kávét? Dobd el az agyadat és merjél bátor lenni. Egy történetet szeretnék elmesélni, ami számomra nagyon fontos és a tanár úrhoz kapcsolódik. 2 évvel ezelőtt nyáron a Purparlé Velencében című előadást vittük Gödöllőre. Adódott egy ilyen helyzet, hogy sajnos a főszerepet játszó színésznő lebetegedett. A tanár úr egyszer csak félrehívott, és azt mondta nekem, hogy hát figyelj, Anita, arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ma este te játszanád Zanettát. Hogy én adnék a kezedbe egy szövegkönyvet, mielőtt elkezdődik az előadás, én ki fogok menni a nézőkhöz, és el fogom nekik mondani, hogy a Zanettát játszó színésznő egy beugró, aki ma reggel szerzett erről tudomást, és ezért szövegkönyvvel a kezében játssza a szerepet. És hát én kaptam egy kisebb agyérgörcset ebben a pillanatban, de magam sem tudom, hogy miért, de végül is azt mondtam, hogy próbáljuk meg. És míg a többiek pakoltak, én akkor is folyamatosan csak a szöveget mormoltam. Amikor a tanár úr egyszer csak odajött hozzám ismét, és azt mondta, hogy figyelj, Anita, arra gondoltam, hogy akkor én ki fogok menni a nézők elé, ahogy megbeszéltük, és meg fogom nekik mondani, hogy te egy beugró vagy, de hogy szerintem próbáljuk meg, hogy kimész szövegkönyv nélkül, és akkor bármikor, bármilyen pillanatban azt érzed, hogy nem megy, hogy elment a szöveg, hogy nem jó ez így, akkor nyugodtan szaladj ki a szövegkönyvért, és folytasd tovább úgy. És akkor hát így kaptam még egy agyérgörcsöt, vagy nem tudom, de azt mondtam, hogy jó, jó. És akkor egyszer csak 6:30 lett, aztán pedig 6:45 álltunk a takarásban, és akkor a tanár úr egyszer csak odafordult hozzám, és azt mondta, hogy figyelj, Anita, akkor arra gondoltam, hogy akkor én most nem megyek ki a nézők elé, jó, nem fogok mondani semmit, hanem arra gondoltam, hogy te ezt így meg fogod csinálni. Azért jó történet ez, mert ebben a pillanatban én nem kaptam már harmadik agyérgörcsöt, hanem arra gondoltam, hogy igen, hogy én ezt meg fogom csinálni. És azóta is bármilyen nagyon nehéz helyzet van,
nem csak színpadon, hanem az életben bármilyen nehéz helyzettel találkozom, ahol ugyanúgy remegnek a lábaim, és azt gondolom, hogy meg fogok halni, mint akkor aznap ott a takarásban, akkor mindig eszembe jut az is, hogy én ezt majd meg fogom csinálni, majd valahogy meg fogom csinálni. És ez egy olyan csomag, amit én nem tudom, egy életre kaptam, és nagyon fontos nekem is. És köszönöm. Hogy mit jelent a Főnix? Nekem. Igazából, ha a Főnix nem lett volna, akkor most nem tudnék roppantbottal koppantani, és bár úgy nézek ki, mint egy szakállas sakál, de ennek ellenére azért még mindig tudok gyorsan egymás után nagyon sok nevet felsorolni, mint hogy Marci, Berci, Karcsi, Tercsi, Ancsa, Jancsi, Bence, Jenci, Ince, Vince, Lonci, Manci, és így tovább, és így tovább. És igazából mindez az egész mókázás, ez nem lenne, hogyha nem kerültem volna Phoenixhez, és nem tanultam volna olyan emberektől, akiktől tanultam ott. És most nem mondhatnám el azt, hogy elvégeztem egy egyetemet, amire büszke vagyok, hihetetlenül, bármennyire is talán nem az, amitre vágyott mindenki, de igen, én nekem az. Nekem az álmom vált valóra, és ezt a Phoenixnek köszönhetem, mert is nem igazából, hogyha a Phoenix nincs, akkor én nem találom meg ezt az egészet, és nem tudok. Vagyis, hogy lehet, hogy most nem itt lennék. Ami elég érdekes, mert van, aki nem szeret Romániába lenni. Én szeretek. Na, de tényleg, Phoenix. Nekem ezt jelenti a Phoenix igazából, hogy volt egy alap, ami egy nagyon jó alap volt, és igazából a mindent. Szóval, igen, lehet, hogy majd évek múltán a sok minden dolog az elfelejtődik, és egyszer majd ott fogok ülni az aranyalkony teraszán, és elindul az első nyálcsepp a tolószék karfája felé, de szerintem a Marci, Berci, Karcsi, Tercsi, Ancsa, Jancsi, Bence, Jenci mondókát akkor sem fogom elfelejteni. És igen, azt gondolom, hogy ez ezt jelenti, hogy számomra legalábbis ezt jelenti, hogy megtenni, megtalálni, és megcsinálni azt az igazi alapot, amivel egy ember aztán idővel el tud indulni. És a Phoenix az egy nagyon vagány. És ez egy nagyon jó alap volt nekem, és igen, ezt jelenti számomra a Phoenix. Még a gimis voltam, akkor azt mondtam, hogy Phoenixesnek lenni, vagyis a gimiben a sok csóró között én császár voltam, mert én egy olyan dolgot csináltam, amit más nem. És most ugyanezt érzem, hogy én császár vagyok. És a többiek meg nem. Én vagyok a király, aki nagyon menő dolgokat csinál. Én vagyok az, aki egyszerre lehetek egy este alatt minden olyan értelemben, hogy a pilótától kezdve bármi. Míg valaki leéli az életét cipőfelső részkészítőként vagy kosárfonóként. Szar nekik. Nekem a Phoenix miatt nem. Igen, köszönöm. Köszönöm, Phoenix. És játszunk a tűzzel. Ezt javaslom mindenkinek, mert az élet az ebből áll, hogy játszani kell a tűzzel mindig, mert az buli. És minden, ami buli, az jó. Úgyhogy ezekkel az ilyen nagyon mély közhely történetekkel Paul Coelho Bálint törzs búcsúzik. Szevasztok! Üdvözlet minden valaha volt és jelenlegi Phoenixesnek. Köszönetet szeretnék mondani életem egyik legszebb 3 évéért, időszakáért, mestereimnek, tanáraimnak, osztálytársaimnak és az egész közösségnek. A továbbiakhoz pedig nagyon sok sikert kívánok. Megtanultam a Phoenixben, hogy vagyok, aki vagyok. Én eddig jutottam itt és most, de ezt akkor is megmutathatom másoknak, ha még nem tökéletes. Sőt, odaadhatom nekik. És ez nem csak a színészetre érvényes, hanem bármire az életben.
Sziasztok! Én nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek a Főnixnek. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy egy fantasztikus színész képzést kaptam, amit nagyon-nagyon jól tudok kamatoztatni, és ennek nagyon-nagyon örülök. A másik pedig, hogy a Főnixben ismertem meg az én drága feleségemet. Sziasztok! Én is a Főnixnek köszönhetek mindent, ami fontos az életemben, a drága férjemet. Színészetet, színészmesterséget, önismeretet, amiből a mai napig táplálkozom. Külön szeretném megköszönni Bicskei Kis Lászlónak. És úgy gondolom, hogy a kettőnk találkozásából életünk értelmét köszönhetjük a Főnixnek ezáltal. Úgyhogy köszönöm mindent, és azt kívánjuk, hogy a Főnix még nagyon sokáig menjen. Sziasztok! Szavakkal nehéz kifejeznem, hogy mit jelent számomra a Főnix, de tisztán emlékszem az első napra, amikor felvételiztem, és aznap már maradhattam és részt vettem az órákon. És akkor mindaz, amiről addig csak álmodtam, valóra vált. Számomra a Főnix a játékosságot, az őszinteséget és a felszabadulás érzését adta. Nekem a Főnix a lehetőségek tüzét jelenti, hogy bármilyen helyzetből képes szárnyra kapni. Köszönöm. Sokat gondolkoztam azon, hogy mit is mondjam arról, hogy mit jelent számomra a Főnix. Tehát ezt több napig eltartanám, az meg nem igazán jelennék. Így aztán szeretném megköszönni a Főnix tanárainak, a Főnix környékén megismert embereknek, mindazt, amit ellesettem tőlük, mindazt, amit tanulhattam tőlük. A tanárnak szeretném megköszönni azt, hogy megtanított rosszalkodni, megtanított azt, hogy a komfortzónámon kívül is van élet. Köszönöm, tanárul. Bízom benne, hogy 20 év múlva ugyanennyien vagy egy kicsit többen találkozunk. Boldog születésnapot! Én 2014-ben jártam a Főnixbe. Összesen egyetlen egy évet. De ezt az egyetlen egy évet életem legszebb évei között tartom számon. Boldog 20. születésnapot, Főnix! Épp egy évtizede, 10 éve indítottál el azon az úton, amit most is járok. Köszönöm szépen, és Isten értesen sokáig! Jó estét, sziasztok! Ezúton szeretnék innen is nagyon sok boldog születésnapot kívánni a Főnixnek és az egész társulatnak. A 20. év az egy nagyon szép év, és sok szeretettel gratulálok ahhoz, amit eddig sikerült elérni, és köszönöm szépen, hogy én is részese lehettem, és remélem majd a jövőben részese lehetek újra is ennek a társulatnak. Innen küldöm nektek ezúton is sok szeretettel a napfényes Bukarestből ezt az üzenetet, és megígértem, hogy ezt fogom mondani ebbe a videóba, hogy most itt röpködök Európán belül, hogy nekem a Főnix elsősorban szárnyakat adott. Köszönöm, sziasztok! Ha egy szóval kellene jellemeznem a Főnixet, akkor azt mondanám, hogy játék. Játék minden mennyiségben. A Főnix az nekem egyfajta állandóság az én életemben, ahol barátokat is találtam, és egy, mint egy szellemiség is képviselteti magát, tehát hogy túlnőtte magát emberek csoportján, és így csodák születnek, és fantasztikus színészek vannak benne. Folyamatos kaland az egész. Úgyhogy boldog 20. évfordulót. Kedves tanár úr, Isten éltesse a Főnixet és téged, most, hogy így 20 évesek lettetek. Puszi, szeretünk benneteket! Sziasztok, Bodor Géza vagyok. A Q klasszikusok újra töltve című előadásnak a főpróbájáról üzenek nektek, és remélem ott leszek veletek 17-én. A lényeg az, hogy én mit tanultam a Főnixben. Azt, hogy nagyon fontos a pontosság, nagyon fontos az, hogy időben érj oda a próbára, fél órával előtte, tiszteletem Bicskei tanár úr, előadásra pedig másfél órával az előadás előtt. Én az első szabályt nem mindig tudom tartani, de a másodikat atomra, a szentírás. Szóval én ezt tanultam. Sziasztok! Én zsiráfnak születtem. A háborúban még 20 éves lány voltam, és élveztem az életet. Nagy társaságunk volt. Mindent köszönök, László. Mit jelent számomra a Főnix? Nagyon nehéz kérdés, és nagyon nehéz is erre válaszolnom.
Már sokszor sokféleképpen próbáltam kifejezni, megköszönni mindazt, ami számomra a Phoenix Dráma Stúdió. És nagyon örülök annak, hogy ezt most megtehetem. A Phoenix először is a kezdete volt számomra mindennek. Nem csak a színészi szakmáról való tanulásnak, hanem az életről való tanulásnak is a kezdete. Önmagam kezdete, aki sehol nem tartott akkor még. 18 évesen tele önbizalom hiánnyal, gátlásokkal, kis hitűséggel álltam egykoron itt, és segélykiáltások közepette próbáltam megmutatni, ki vagyok, mire vágyok, miért is vagyok itt. Remélem, hogy ez azért egy picit sikerült. Az, hogy a Phoenix Dráma Stúdió részese lehettem, számomra egy csoda volt. Csoda mindazokkal a nehézségekkel és akadályokkal, amit le kellett győzni. Mindazzal a szigorral, amit tanár úrtól kaptam annak érdekében, hogy az legyek, aki. Az első otthonom volt a Phoenix. Barátokkal, akikben én csak azt láttam, hogy mind jobb nálam, nem pedig azt, hogy szeretnek, segítenek, hiszen igenis ide tartozom, van helyem közöttük. Sajnálom, hogy csak hosszú évek múltán éreztem meg mindezt. Fel kellett nőni a feladatokhoz, a felelősséghez és önmagamhoz legfőképp. A szavai, kedves Bicskei Kis László, későn ugyan, de beértek. És mindaz, amit el tudtam venni, rendkívüli értékek a számomra. Szívemben, fejemben és az emlékeimben a Phoenix az a hely, ahol jó lenni. Ahol jó akkor is, hogyha megszídnak, akkor is, hogyha fázol, ha félsz és nincs hited. Itt jó lenni. Innen jó elvenni minden tudást, elméletet és gyakorlatot, amit ez a stúdió csak adhat. Aki itt volt és itt lesz valaha, tudni fogja, hogy jó helyen van. Köszönöm önnek a Phoenixet. A gondolatait, a szavait, a tanításait. Köszönöm az utolsó napot, köszönöm az egy percem a tiédet, a mondjanak egy jótokat, a kiabálást, a lecseszést, a késését, egy életre megtanultam. Ha ne csoszogjon Andreát, már nem csoszogok. Ha nem hiszem eleket és a hazudikokat. És mindent, de mindent. 20 év. Szívből gratulálok. Kívánom, hogy minden egyes nap kapja vissza mindazt, amit ön ad. És kívánok még legalább 20 évet. Én eljövök akkor is, ebbe a meleg puha fészekbe, ahol jó lenni, ahová jó tartozni. Az Isten áldja meg, drága tanár. Köszönöm a Phoenixnek, és köszönöm Bicskei Kis Lászlónak, hogy a színészmesterség csínyára bényára megtanított. Azóta elvégeztem a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karának az alapfokát, magánének szakon, jelenleg mesterszakon tanulok, és mellette a Szegedi Nemzeti Színházban dolgozom és játszom. Köszönöm! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Én Cser Sándor vagyok, Phoenixes. Eltelt 20 esztendő. 20 éves lett a Phoenix. 20 év, az nagy idő. És szeretném megköszönni mindenkinek, aki sokat tett a Phoenixért, hogy ez működik, hogy ez létrejött. Köszönjük szépen. Boldog születésnapot! Nekem a Phoenix rengeteget segített abban, hogy merjek nyitni a világ felé, önmagam felé, hogy túl merjek lépni a saját korlátaimon. Nagyon sok bizalmat kaptam a tanár úrtól. Megtanította nekem, hogy nem csak Arlekin lehetek, hanem a fehér bohóc igenis bennem van. És ott volt a passzomány, amiért nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok. Imádtam azt a darabot, a stílus gyakorlatokat, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, ez egy felejthetetlen élmény marad, és köszönök mindent. Rettenetesen nehéz ezt összefoglalni, mert napokig tudnám mesélni. Erőt kaptam, bátorságot, őszinteséget, érzékenységet, és a képességet, hogy mindezt megosszam. Megtanítottak, hogyan figyeljem a világot, és ezzel egy lépéssel távolabb kerültem egy álszent élettől. Szerettek, törődtek velem, befogadtak.
Ennél többet ember nem kívánhat. Köszönöm. Mit köszönhetek? A reményt, hogy attól még, hogy nem vettek fel a színműre, még állhatok színpadon. Lehetek színész, és átadhatok olyan gondolatokat, mint ezek. Hogy egy csipkekesztyűs lipótvárosi nénit is lehet szeretni. Még akkor is, hogyha a ravatal mellett kávézik. Sőt, talán csak akkor lehet szeretni igazán. Vagy azt, hogy attól még, hogy valaki a strucc politikát választja, egyáltalán nem biztos, hogy rosszul döntött. Hogy aki okoskodik, az nem feltétlenül okos. De az biztos, hogy egy jó anyára mindig szükség van. Hogy a testvérünk mellett az első perctől ki kell állni, nem csak az utolsóban. És hogy a rossz mindig elnyeri méltó büntetését. Itt jegyezném meg, hogy köszönöm szépen, hogy játszhattam azt a szerepet, amivel megfertőzött a színház. Hogy a pénz, amiért annyiszor kesergünk, egyáltalán nem biztos, hogy megoldja az életünket. Süteményt? És hogy az, aki nem szólal meg, egyáltalán nem biztos, hogy nem üzen semmit. Hogy nem mond semmit. Köszönöm, Főnix. A színpadon élek igazán. A Főnix? A Főnix ott van az egész életem folyamán minden. Ott van a munkámban, hiszen a munkámban felhasználom, amit a Főnixben tanultam. Legalábbis a háromnegyedét biztos, hogy elfelejtettem már, amit ott tanultam, de még a negyede is elég a munkámhoz, úgy tűnik. Úgy van, és hát leginkább, amit nagyon-nagyon köszönhetek a Főnixnek. Ott azok a kis tündérek, és a legnagyobb kritikusom, aki szintén a Főnixben tanult, és sajnos sokkal jobban tudja a szakmát, mint én, ezért mindig megmondja, hogy mi az, amit nem jól csinálok. Úgyhogy meg kell, hogy mondjam, a Főnix az ott van az életünkben mindenhol. Úgyhogy mondjuk egyszerre, Főnix! Sziasztok! A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig játszani? Akarok. Szeretem volna ehhez az üzenethez egy nagyon menő díszletet választani. Úgyhogy itt vagyok most Hamlet váránál. Krombor kastélye van mögöttem. Azt hiszem, ez elég megfelelő helyszín. Persze, miközben itt vagyok, azon jár az eszem, hogy minden jól menjen a másvilág bemutatóján, hogy mit kell még a Főnix vizsgához megcsinálni. De hát kicsit erről szól a Főnix, nem? Hogy akárhol vagyunk a világban, ott van a szívünkben, ott van a fejünkben, és akkor nagy baj nem lehet. Innen kívánok mindenkinek nagyon-nagyon boldog 20. születésnapot. Aztán majd a 200-on remélem megint eljön valaki ide, és innen küld egy üzenetet. Hát, valószínűleg akkor már nem telefonnal, hanem valami új ketyerével. De hát, hogy hova fut a világ, az mindegy, csak Főnix legyen. Most mennem kell, itt valami bűzlik. Sziasztok! Arra a kérdésre, hogy mit tanultam a Főnixben, vagy mit köszönhetek a Főnixnek, arra egy mondatban nagyon nehéz lenne válaszolni. Egy szóval persze tudok rá válaszolni, mert akkor azt mondom, hogy mindent, de ez nyilván ide kevés. Ha ki szeretnék emelni valamit, akkor igazából az lenne, és nehogy félreértse bárki, hogy a Főnixben megtanultam,
hogy a színház az nem a külsőségeken, meg a körülményeken múlik. Nem csak úgy lehet színházi előadást létrehozni, hogy egy frissen lakkozott tölgyfa színpadon egy 1500 fős nézőtér előtt játszik az ember. Megtanultam, hogy tulajdonképpen egy felrobbant kalózhajó egy négyzetméteres deszkadarabkáján, ami a tengeren hullámzik, azon is lehet színházi előadást létrehozni, sőt, jó színházi előadást is létre lehet ott hozni. Mert a színház az nem ezeken a külsőségeken múlik, nem ott van igazából a színház. A színház az itt van, meg itt van. És én ezt tanultam a Phoenixben. 20 éves? Régen voltam. Ja, hogy nem én, hanem hogy a Phoenix drámatagozatos iskola 20 éves jubileumát ünnepli. Hát ehhez kívánok mindenkinek nagyon sok boldogságot, sok kitartást, és gratulálok szeretettel a tanári karnak és a diákoknak, nagy-nagy szeretettel. Hát nem is tudok szóhoz jutni. Csak azt tudom mondani, hogy bim biri bim biri bim biri bim biri bim. Szeretlek benneteket. Engem a Phoenixbe nem Bicskei Kis László hozott, hanem személyesen Weisz Ildikó, valami rossz emléke alapján gondolom. Viszont Lacit én 17 vagy 18 éves korában ismertem meg, mint versmondót, sőt, egy nagyon fontos, igazi, izgalmas nyugat-európai úton Spanyolországban is együtt vettünk részt. Ez jutalom volt. Ez nem véletlen, hogy eszembe jutott a jutalom, mert én úgy érzem, hogy ez a néhány, most már lassan évtized, amit itt töltött, ez nekem egy kicsit jutalomjáték, különösen így idős koromban, hogy még mindig tudom azt, hogy érdemes mozogni, játszani, beszélgetni, tanítani, különösen tanítani. És hát ezért gratulálok ennek a hosszínűnek. Szeretlek benneteket. Szia, tanár úr! A többiek egy nagyon nehéz feladatot adtak nekem, mégpedig azt, hogy 30 másodpercben mondjam el, hogy mit köszönhetek a Phoenixnek, és mit jelent nekem a Phoenix. Na most nem tudom, hogy hogy lehet elmondani 30 másodpercben, hogy 2005-ben bement oda egy ember, és 2008-ban egy másik ember jött oda. Tényleg? Nem mondod? Úgyhogy két hete próbálom összefoglalni ezt magamban, meg megfogalmazni ezt magamban. Manszika, most az anya kameráz. Most az anya kameráz. De csak egy pár dolgot emelnék ki, mert nem sikerült teljesen összeraknom a képet. Úgyhogy ilyeneket köszönhetek én a Phoenixnek, mint bátorság, önismeret, tudatosság, kicsi fájdalom, nagyon sok szeretet. Meg a szakmából is ragadt rám valami a koszon kívül. Talán. Úgyhogy így hirtelen ennyi jutott eszembe. Még annyit, hogy én nem vagyok sajnos az az ember, aki azt tudja mondani, hogy én nem bántam meg semmit sem, mert én nagyon sok rossz döntést hoztam az életemben, és nagyon kevés jót. Na most a kevés jó közül az egyik kiemelkedője jó, az a Phoenix volt. Úgyhogy röviden ennyit szeretnék mondani, puszi nektek. Nézd csak ide, Manszika. Szia, sziasztok! Az összes iskola közül, ahova jártam, a Phoenix volt számomra a legfontosabb. Úgy gondolom, hogy a többi iskola és egyetemek mellett ez volt a legnagyobb hatással arra, hogy ma az az ember vagyok, aki. Drága tanár úr, te azt pontosan tudod, hogy nekem hatalmas családom van, de azt nem biztos, hogy tudod, hogy igazából ez mit is jelent számomra. Két fontos dolgot emelnék ki, az egyik az az, hogy az embert mindig óriási szeretet veszi körül, és ez nagyon jó érzés. A másik pedig az, hogy mindig biztonságban érezhetjük magunkat, és bárhová megyünk a világban, bármi is történik velünk, mindig van, aki hazavár, és van hová hazajönni. Egy ilyen láthatatlan sereg van az ember mögött, és ez tényleg fantasztikus dolog. Hát nekem valami nagyon hasonlót jelent a Phoenix. Úgyhogy szívből köszönök neked mindent, és Isten éltesse nagyon sokáig téged és a Phoenixet, és vigyázz magadra!
Üdvözlet innen a rádió archívumából. A Főnix 20 éves születésnapja kapcsán annyit tudnék mondani, hogy sajnos én nem élhettem végig ezt a teljes 20 évet. Én csak 19 éve tartozom ehhez a dologhoz. Egy picit komolyabbra fordítva a szót, ami fontos volt nekem, hogy az én saját érdeklődésem, ilyen szellemi útnak is mondható, az végig megvolt, és ezt a Főnix mélyíteni tudta. Ugyanakkor még plusz új dolgokat is hozzá tudott tenni. Oldani vágyom, és oldódni vágyom. Üdvözíteni vágyom, és üdvözülni vágyom. Nemzeni vágyom, és megfogadni vágyom. Dalolni vágyom, és dallá válni vágyom. Mind táncoljatok. Ékesíteni vágyom, és ékesedni vágyom. Lámpád vagyok, ha látsz engem. Ajtód vagyok, ha zörgetsz rajtam. Ki látod, mit teszek? Hallgasd el a munkám. Sziasztok! Boldog születésnapot kívánunk a Főnixnek. Hogy mit jelent számomra a Főnix? Saját magam keresése, a saját út megismerése, tisztelet, alázat. Meg, hogy gyermeki őszinteséggel tudjunk játszani. Kedves tanár úr és kedves főnixes barátaim, mindazok, akiket ismerek személyesen is, és akiket nem. Hát, eljött ez az év is. Mikor is a Főnix művészeti műhely már 20 éve töretlenül szárnyal előre. És nagyon örülök, hogy tagja lehettem ennek a történetnek ez idáig. Én 2002 és 2005 között voltam a Főnix művészeti műhelynek egy tanítványa, és ez az időszak nagyon meghatározó volt az életemben. Valamint olyan értékeket kaptam, és olyan sok mindent tanultam, amit máig hasznosítani tudok. Azt kell mondjam, hogy egy picit azért nyitva tartottam a szemem a szakmát illetően, habár színpadon nem tudtam sajnos állni azóta, bár más területeken talán el tudok majd mélyülni. És nyitva tartottam a szememet, és azt kell mondjam, hogy azt vettem észre, hogy bizony a Főnix igen magasra tette a mércét. Sok helyen nem ütik meg ezt az értékszintet, amit itt kaphat az ember. Értem ezt arra, hogy megtanít az emberi kapcsolatokra, hogy hogyan bánjunk a másikkal, hogyan bánjunk önmagunkkal, milyen az igazi csapatmunka, milyen a tisztelet a társaink felé, a tanítóink felé. Ezt mind-mind megtanítja, és olyan módon tanítja meg, amit aztán később a civil életben is lehet használni. Úgyhogy én azt mondom mindenkinek, aki jelenleg a Főnix-szel kapcsolatban van, akár társulati tagként, akár növendékként, hogy nagyon becsülje meg ezt az időszakot. Érezze magát nagyon szerencsésnek, hogy a Főnixhez tartozhat, mert ez egy ritka kincs. Ez egy értékpótló valami.
Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon jó munkát kívánok továbbra is, és tanár úr, és minden egykori tanárom, nagyon szépen köszönök mindent. Rengeteget tanultam. Mit jelent nekem a Főnix? Mit jelent az embernek az? Van, ahonnan el tud barangolni, de van, ahonnan visszamenni. És hogy mit adott nekem a Főnix? Fogalmam, sosem gondolkodtam rajta. Mindig azon gondolkodom, hogy én mit tudok adni. Na, busz nektek! Nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestetek és gondoltatok rám. Nagyon sok szép emlék és jó pár kedves év kötődik a Főnix Dráma Stúdióhoz és Bicskei Kis Lászlóhoz. Nagyon sok mindent tanultunk, és nagyon-nagyon sokat kaptam én személy szerint olyan útravalókat, amiket mind a mai napig a saját életemben tudok használni. Kívánok a Főnixnek és Bicskei Kis Lászlónak még sok-sok hosszú évet. Hello! Lehet, hogy be fog csillogni, mert hogy már nem használok alapozót. Szóval 20 év. Hát szép idő, nagy idő, hosszú idő. Nagyon sok pillanat, ami úgy belém égett, mintha tegnap történt volna. Van, ami hiányzik, van, ami kevésbé. Sok ember, aki hiányzik, fellépések előtt izgalom, készülődés, néhány ember, aki nem hiányzik, vagy kevésbé. Hát nekem inkább már csak ugye emlék az egész, szép, vagy megszépült. Hát mindenkinek kéz- és lábtörést kívánok innen Angliából. Remélem egyszer még lesz alkalmam újra megnézni az előadást, ha szerepelni már nem is. Bár azért valahol jó lenne talán egyszer még. Ja igen, és ami fontos, hogy azért még vannak rémálmaim néhány avonta. Arra ébredek, hogy előadás előtt vagyunk, vagy hát ezt álmodom pontosabban, és hogy vagy nem emlékszem a szövegre, vagy azt sem tudom, hogy melyik darab következik. Még itt 2-3 év után is ez így visszatér. Hát ennyi, és a végére még egy személyesebb üzenet Bicskei tanár úrnak. Ennyi, hogy mit gondolsz, ejtőernyős? Meg tudnám csinálni? Csináltatnék egy frakkot, abban járkálnék a vendégek között. Jó estét kívánok, van szerencsém, jó mulatást kívánok. Hogy állna rajtam a frak? A Főnix az a hely, ahol az ember először megtanul lépni, aztán járni, aztán futni, és végül szárnyalni. Isten éltessen sokáig! Színház az élet, egy színházban játszunk, s ha jól játszunk, tisztának s valósnak látszunk. Az élet csak egy játék, csak egy színdarab, egy játék az élet, gyere játszunk hát, ameddig még lehet, hát menjen a tánc, ameddig még mehet. Én eljátszok mindent, én eljátszom párszor, ha nem hiszel nekem, hát eljátszom százszor, csak figyelj! Az életnek színpadán számtalan darab van, bármilyen szerepben, csak játsz! Színház az élet, egy színházban játszunk, s ha jól játszunk, tisztának s valósnak látszunk.
az élet csak egy játék, csak egy színdarab. Egy játék az élet, gyere játszunk hát, ameddig még lehet. Hát menjen a tánc, ameddig még mehet, játszunk hát tovább.